Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, itt Mark Fisher, Kapitalista Realizmus című kötetének bemutató, magyar kiadásának bemutatóján. Kis késéssel számolunk, de így legalább többen vagyunk itt, ez szuper. Első körben bemutatnám a beszélgetőket ABC sorrendbe. Itt mellettem ül András Csaba, aki a Pécsi Tudományi Egyetem filmtudományi tanszékének az oktatója, és ezen kívül a Kerényi Károly szakkollégiumnak a vezető tanára is. Pestről ismerhetik azok, akik a Politika Tudományi Intézet társadalomelméleti műhelyéhez valamilyen módon kötődnek, hogy ismerik őket. Csabi annak is a tagja, illetve kapcsolódik Fischerhez a munkássága, hiszen a Szemen már megjelent egy fordítása Fischertől, valamint egy recenziója pont erről a kötetről, amikor még nem volt olvasható magyarul az Új Egyenlőségem. Aztán, hogyha ABC-rendbe haladunk tovább, akkor erre fogunk menni. Sidó Zoli Csabi mellett, ő a Fordulatfőirat egyik szerkesztője, a Szolidáris Gazdaság Központ tagja, és ő is kapcsolódik a Fischer életmű magyar nyelvű recenziójához, hiszen az első magyar nyelvű reflexiót ő írta meg még 2017-ben. És aztán tovább haladva a fiúkon, hogy a fordítók jönnek másik oldalon mellettem, Tilman Ármin, az ELTE-nek filozófia szakos hallgatója, mesterszakos most, és főként politikai utópiákkal foglalkozik, illetve kritikai elmélettel, ő tehát a kötet egyik magyar fordítója, és mellette pedig a kötet másik magyar fordítója, Zemlényi Kovács Barnabás ül, kritikus művészeti író, és egyébként jelenleg az Amsterdami Free Universitetnek a hallgatója. Szerintem akkor, ja, és én pedig Sors Kinga vagyok, leszek a beszélgetés moderátora, Corvinus doktorandusza vagyok. Szerintem akkor kezdjünk is bele ebbe a kötetbe, hogyha egy olvasóként a kezébe veszi az ember a kötetet, és mondjuk nem tudja, hogy milyen kötetről van szó, akkor az első, ami felmerülhet az, hogy mégis ki ez a Mark Fisher, és miért jelenik meg 2020-ban egy fordítás tőle. Ha a Wikipédiára megyünk, akkor olyan információ, mert hogy ugye az olvasók mondjuk ezt próbálják először tenni, akkor olyan információk derülnek ki róla, hogy brit íróról és kritikusról van szó, hogy 2017-ben 48 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Oké, ez a kevésbé érdekes része a történetnek. Az érdekesebb része a történetnek az, hogy ki ő valójában, és mit tudhatunk mondjuk így röviden a munkásságáról. Kérdezem akkor a fiúkat, hogy miért érdekes ez. Mark Fisher kétségtelenül az egyik legfontosabb brit popkritikus és kritikai kultúrkutató volt, de egy olyan rendkívül grafomán teoretikus, aki baloldaliságánál, munkásosztálybeli hátterénél, elit és akadémia ellenességénél fogva sosem érezte igazán jól magát az egyetemi közegben és az egyetemi folyóiratok világában. Ezért, amikor 1999-ben végzett a Warwicki Egyetemen, a doktori programon, akkor nem is maradt az egyetemen, hanem olyan médiumokat, kifejezési formákat keresett, ami ennél az akadémiai világnál nyitottabb, demokratikusabb, közvetlenebb, őszintébb. És tulajdonképpen ezt a formát találta meg aztán 2003-ban a blogban, az akkor éppen virágkorát élni kezdő blogkultúrában, vagy ahogy Fisher nevezte, a blogoszcénában. És 2003-ban indította a Képánk nevű blogját, akkoriban divat volt, hogy mindenki talál magának egy blog nevet, úgyhogy Fisher így nevezte el magát, Képánk, azaz Cyberpunk, ami egyrészt nyilván a irodalmi és filmes műfajra utal, másrészt ennek a műfajnak a világképi hozadékaira is. Ami Fisher számára rendkívül meghatározó volt a Warwicki Egyetemi közegben, illetve utána is. Na most, azt gondolom, hogy ekkor már nem volt benne a levegőben igazán az internet iránti utópikus atmoszféra, de azért azt gondolhatta Fisher és más hasonlószörű teoretikusok egy köre, hogy ez egy relatíve autonóm és szabadabb és közvetlenebb kifejezési formát jelent a formálisabb intézményekhez képest. És valóban volt egy olyan rövid pár éves periódus, amikor ez egy hálózatos, szabadabb
alternatív akadémiai struktúrát tudott létrehozni, egy sor teoretikussal, akik egymással is konzultáltak, a komment szekciókon keresztül reagáltak egymás szövegeire, tehát egy sokkal élőbb, sokkal közvetlenebb közeget tudtak létrehozni. És Fischernek gyakorlatilag minden írása a blogján született, ugyan írt 3 könyvet, de ezek is mind a képánk blogbejegyzésének szerkesztett változatának tekinthetőek, és ez messze merően meghatározza a Fischeri stílust, ami egyfelől komoly intellektuális elvárásokat is támaszt az olvasóval szemben, ugyanakkor egy rendkívül közvetlen, rendkívül egyszerű és személyes stílusról van szó, amit populáris kultúrából és a hétköznapi életből vett példákon keresztül szemlélted, tehát mindenki számára átérhető, hozzáférhető és megérthető, miközben nem mozgódik adott esetben filozófiai diskurzusokban is elhelyezni magát. És ez a fajta kettősség azt gondolom a kapitalista realizmusnak is a varázsa, és ezért tud egy nagyon jó belépési pont lenni, egy nagyon jó bevezető könyv lenni a kortárs baloldali kritikai diskurzusba, és ezért tartottuk fontosnak, hogy lefordítsuk. Szuper. Visszakanyarodva mondjuk a most megjelentő kötethez, és az alapján, amit most hallottunk tőled, tulajdonképpen félre kell tennünk mindazt, ami eszünkbe juthat a realizmus kapcsán. Pár dolog eszünkbe juthat ugyanis. Mert a kapitalista realizmus valószínűleg valami nagyon mást jelenthet itt Fischer esetében. Hogyan értsük ezt a címadó fogalmat? Most akkor elfordulok mondjuk. Rendben, én is üdvözlök mindenkit. Senkit sem szeretnék ezzel sokat mutatni, mert majdnem minden szöveg tartalmazza a kapitalista realizmusnak a definícióját. Nagyon röviden arról van szó, hogy a fennálló gazdasági politikai rendszernek az alternatívái elképzelhetetlenné váltak a jelenünkre, és a Fischeri életmű az nagyjából e köré szerveződik, hogy ez hogyan alakult ki, milyen hatásokban nyilvánul meg, milyen temporális szemléletbeli sajátosságokhoz vezet, hogyan hat a kultúrára, és hogyan jelenik meg a hétköznapi világtapasztalatoknak a különböző szintjén. A Fischeri elmélet ez egy nagyon angol szárcentrikus elmélet, ahol különösen meghatározó a neoliberalizmusnak keresztelt folyamatoknak a hatása, különösen a Thatcheri neoliberalizmusnak a hatása. Ugye a könyv alcíme is erre utal, ami a nagy Thatcheri mondat, hogy nincs alternatívája ennek a fennálló rendszernek. És hát ami a legmeghatározóbb ebben a történetben, az valószínűleg a 89-es fordulat, amit ugye Fukuyama a történelem végeként keresztelt el bizonyos értelemben. Szóval azt mondja Fischer, hogy nyilvánvalóan Fukuyamának abban nincs igaza, hogy véget ért a történelem, de hogy ez a dolog ez érvényesült a kollektív tudattalan szintjén, és valahogy egy ilyen transpersonális ideológiai séma vált meghatározóvá mindannyiunk számára, nehezen tudjuk elképzelni, vagy egyáltalán nem tudjuk elképzelni a fennálló társadalmi rendszernek az alternatíváit. Szerintem fontos egy pár mondatban beszélni arról, hogy ez a könyv eredetileg 2009-ben jelent meg, tehát egy évvel a gazdasági világválság után, vagyis ez például különösen a mi régiónkban 2009-re gyűrűzött be. Hát nagy várakozások voltak ezzel kapcsolatban, hogy egy világválság után egy jobb világ érkezik, és ettől is kritikus módon realisztikusabb ez a kapitalista realizmus, hogy hát nem. Mindenféle erőfeszítésekkel megpróbálták feltámasztani a bank és hitelrendszert az államok, még keményebb megszorító politikát és intézkedéseket bevezetve. Az Egyesült Királyságban pedig a New Labour élére David Cameron került, akinek az volt a nagy elmondata, hogy mi mind egy csónakban nevezünk. Ami abszolút meghatározta a kapitalista realizmus új móduszát, hiszen aki elkezdte tematizálni az esetleges osztálykülönbségeket, társadalmi igazságtalanságokat, az lényegében deviánsnak minősült, és egy elavult, meghaladottnak ítélt osztálypolitika híveként tekintettek rá.
Jó, én egy szempontot még hozzátennék, ami az egész kötetnek egy meghatározó tematikája. A könyvben számos definíció található a kapitalista realizmusról. Az egyik az, hogy a kapitalista realizmus a depressziós realizmusa, aki minden reményt, minden konstruktív képzetet veszélyes illúziónak bélyegez. Tulajdonképpen Fisher azt állítja, hogy a szorongása a neoliberalizmus érzelmi struktúrája. És tulajdonképpen a mentális zavarok igazolható, felmérésekkel igazolható pestisszerű terjedése nem meglepő, hogyha megnézzük, hogy ez a rendszer alapvetően a hosszú táv eltörléséről szól, a jóléti rendszerek, szociális háló, a munkásképviselet, szakszervezetek leépítéséről, és eközben a stabil, hosszú távra tervezhető munkák felváltásáról, a rövid távú, projekt alapú, határozott munkaszerződéssel kötött munkák felé, amire gyakorlatilag képtelenség jövőt alapozni. Tehát megszűnt a jövő hosszú táv, és ezzel tulajdonképpen megszűnt a jövő is, mind individuális, mind kollektív szinten. Eközben a politika is visszaszorulóban van, ugye a neoliberalizmusnak az egyik nagy ígéret az volt, hogy leépíti az államot, és ezzel tulajdonképpen minimalizálta a politikát is, egyfajta posztpolitikai állapotba kerültünk, ahogy Chantal Mouffe, Szelhonát és más politikafilozófusok írják. Tehát be vagyunk zárva a jelenbe, és ez értelemszerűen egyfajta depresszív állapothoz vezet. Még egy utolsó gondolat, hogy a Fisher azt mondja, és ez azt gondolom, hogy fontos különbség, hogy nem azért hiszünk ennyire a neoliberalizmusban, mert azt gondolnánk, hogy ez minden világok legjobbika. Azért van neoliberalizmus, mert egy olyan depresszív atmoszférában vagyunk, ahol képtelenség bármilyen más alternatívát elképzelni, és ezért vagyunk képtelenek ragaszkodni és elhinni azt, hogy ez az egyetlen élhető társadalmi-gazdasági berendezkedés. A tematizált problémák alapján, amit most itt szóba kerültek, tehát az, hogy a depresszió ugye az a kritikának egy eleme lesz, illetve az, amit szintén a Barnabás említett korábban, hogy a stílus egy ilyen nagyon sajátos módon alakul, tulajdonképpen blogbejegyzésekből készül a kötet, ez mondjuk azért azt mutatja, hogy egy nagyon sajátos kritikai megközelítéssel állunk szemben. Az lenne a kérdésem, hogy az elméleti keret szempontjából milyen jellegű kötetről van szó? Tehát melyik kritikai hagyományhoz és hogyan kapcsolnátok mondjuk ezt a kötetet? Most akkor Zoli felé fordul. Köszi. Sziasztok. Hát azt hiszem, a Csabi említette, hogy a Fishernek az élmény az egy ilyen nagyon brit dolog, és ezzel én teljesen egyetértek. Az egyik ilyen nagyon fontos gyökere ennek az egész életműnek az a kritikai kultúrakutatás, ami így nagyon leegyszerűsítve az ilyen 50-60-as évek brit balos hagyományából jön, és megpróbált leszámolni két a popkultúrát érintő erőit, illetve az egyik az az, hogy a popkultúra az egyfajta ilyen szennykultúra, és igazából szóra sem érdemes. A másik pedig az, ami egy ilyen jóval, hogy mondjam, egy ilyen a bal oldalon az volt az igazán elfogadott nézet, hogy a popkultúra az a kapitalizmusnak egy ilyen trükkje, amivel inkorporálja a tömegeket, ugye ez az ilyen Adorno, Horkheimer féle kultúripar, ennek a leghíresebb szövege, de hogy ez egy ilyen elfogadott állítás volt, és Nagy-Britanniában volt néhány figura, aki ezt elkezdte vitatni, ők maguk is munkásosztályi háttérből jöttek, és a leghíresebb intézménye ennek a Birminghami iskola lett, amit Stuart Hall alapított meg, és egy sor tényleg nagyon jó szerző, meg munka kijött innen. És én nagyon sok ponton éreztem ezt, hogy Fisher ezt a hagyományt viszi tovább, mert hogy én úgy találtam rá Fisherre, hogy engem az egyetemi éveim alatt két dolog érdekelt igazán, az egyik a popzene, a másik pedig a kritikai társadalmi elmélet. És a Fisher nagyon szépen elegyítette ezt a kettőt a elsősorban a blog munkásságával. Tehát ebben a kötetben az ilyen zenei rész szerintem annyira nem hangsúlyos, de az ilyen blog szövegei nagyon sokszor kifejezetten lemez, meg bolzene kritikák. És ami ezzel kapcsolatban, ezt most így nagyon gyorsatán érdemes érinteni, hogy zene kritikusként, meg kultúra kritikusként így mi egy ilyen nagy hozzáadott értéke az életműnek. Tehát egyrészt az, hogy amit itt már mi
mindenki említett, hogy megszűntek a nagy utópiák, nem tudunk már radikális alternatívákat elképzelni, és ez hogy jelenik meg a kortárs popkultúrába? Ugye egyfelől úgy, hogy amikor ez a kötet íródott, ugye a 2000-es évek első felében, akkor a popzene fő árama az tényleg kizárólag a múlt formájának az újrahasznosításáról szólt, ugye az Amy Winehouse, meg az Arctic Monkeys, tehát ezek konkrétan is nem ebben a könyvben, de más írásaiban följönnek Fishernek. Hogyha ezt meghallja egy ember, aki nem feltétlenül tudja, hogy ki az előadó, hanem tudja eldönteni, hogy a szám az 67-ben íródott, vagy 2007-ben. De hogy ennek volt egy ilyen izgalmasabb lecsapódása is a zenei szintéren, és ezt a Fisher a Hontology fogalmával jelöli, amit Derridától vesz át. Derrida ezt a 90-es években írt könyvébe használta először, a Marx elemei volt a címe, és pont ez volt a kontextus, hogy Fukuyama kijelentette, hogy vége a történelmet, nyert a liberalizmus, ez egy ilyen elfogadott dogmává vált, és Derrida írt egy könyvet arról, hogy igen, de hogy Marx elleme továbbra is ott fog kísérteni, akármi lesz is, mert hogy ez egy olyan nem jelenlévő és mégis jelenlévő ilyen kísértetés dolog. És ahogy ez a zenében lecsapódott, az nem egy konkrét szubkultúra volt, vagy nem egy nagyon jól körülhatárolható műfaj előadókkal, akik egymásra is hatottak, vagy ilyesmi, hanem azt mondja a Fisher, hogy különböző előadók, akikben valahogy a habitus meg az attitűd volt nagyon hasonló. William Basinski, Burrell volt ennek talán az ilyen legismertebb képviselője, vagy a The Caretaker nevű előadó, és hogy mindegyikre jellemző, hogy egyfajta melankólia jellemzi őket, meg az emlékezetnek az ilyen tárgyi formáihoz nyújtak nagyon erősen, mint az ilyen magnószalagok, vinillemezek, stb. De hogy ez a melankólia Fisher szerint nem olyan melankólia, ami egy konkrét múlt, amit egy konkrét múlt irányt érzünk, tehát nem az Arctic Monkeys meg az Amy Winehouse, ami egy elég lehatárolható, hogy így mit próbál így megeleveníteni, hanem a Hontology szerinte éppen az irányt egy nosztalgia, amikor még olyan időket éltünk, amikor még el tudtunk képzelni radikális jövőket. Tehát hogy ez így az ilyen időbeliségnek, meg az ilyen utópiák elvesztése fölött érzett ilyen szomorúság, ami megjelent ezekbe a zenékbe, és akkor ezért szól az egyik leghíresebb, meg az egyik legjobb írása az Burrellről, akinek az egész életműve ugye erről szól, hogy London a rave korszak után, és az az ilyen szellem járta ki üresedettség, ami erre az időszakra jellemző, az nagyon szépen elevenedett meg az ő lemezein. Úgyhogy ennyit az ilyen pop-kritikai vonalhoz. Igen, nagyon röviden csak ehhez, szóval még pár hagyomány meghatározó, de abszolút meghatározó tényleg ez a kritikai kultúrakutatásos vonal. Többször jelzi is a írásokban, hogy szimpatizál ezzel a hagyománnyal, miközben egyáltalán nem szimpatizál azzal, amit manapság az egyetemeken Culture Studies címszó alatt művelnek. Akik még meghatározták, az nagyrészt Szlavoj Zsizseknek a munkássága, az elemzései azok abszolút ilyen zsizseki logikát követnek, nagyon szereti összekapcsolni az egészen felséges jellegű elméleteket az egészen hétköznapi dolgokkal, az ebből kiaknázható humorral is operál. Aztán nagyon meghatározó munkásságára nézve Frederick Jamesonnak a felfogása, a műnek akár az utópiákkal kapcsolatos álláspontja, akár a korszaknak az időszemületével kapcsolatos álláspontja. És a pszichoanalízis például meghatározó ebben a kötetben is Lacanra többször hivatkozik. Szóval több dologból építkezik, több hagyományból építkezik, és amit ebből összeállít, az kimondottan a kritikai kutatáshoz sorolható, de a korábbi hagyományoknak egy ilyen nagyon izgalmas kevercsét. Okay. A könyvnek a főbb témái felé fordulva, ez már teljesen világos, hogy valamiféle kapitalizmus kritikát is olvashatunk ebbe a kötetbe. És az, hogy a kapitalizmus hogyan alakul át, jellemzően mindig a javára, az elmúlt évtizedekben azt úgy látjuk és érezzük a bőrünkön. Az, hogy a jelen helyzetünk az nem túl rózsás, az abban, hogy egyetértés van, a bal oldalon is, ez szinte elég nagy ritkaság. Ami felmerülhet kérdésként itt a kapitalista realizmus kapcsán, az, hogy hogyan viszonyul Fisher azokhoz a kapitalizmus kritikai kategóriákhoz, mint a tőke, a munkás, vagy a munkásosztály, vagy a bürokrácia, lát-e ezekbe fantáziát, ha igen, hogyan? Ugye Marx szelleme biztos ezt az életművet is kísérti, de kérdés az, hogy hogyan, nem tudom, fiúk.
mint egy valamire való kritikus, mindenen kritikus, és minden eszemben, és így a munkásosztályal és a globális, vagy az angol baloldallal szemben is, amit mond, és imperatívusként határoz meg az, vagyis problematizál az például, hogy ahogy a posztmodern időbeliségre is nagyon meghatároz az az úgynevezett nosztalgia mód, a múlt felé fordulás, ahol Jameson szerint két kulturális formája van a kultúrának. Az egyik a pastis, a másik pedig az úgynevezett revivalizmus. Pastis, amikor már létező kulturális irányzatokat és formákat elegyítenek. Revivalizmus meg, amikor mindenfajta kontextus és apropó nélkül mindezelő felélesztenek, vagy újraélesztenek egy kultúrát. Tehát, hogy az akkor jelenkori baloldal túlságosan el van foglalva az egyes történelmi vitákkal, hogy mit és hogyan kellett volna csinálni másképpen a kronstadti felkeléskor, vagy Leninnek az új gazdasági politikájában. Ahelyett viszont, és itt jön be az egész kötetet átható kulturális képzelet problematikája, leginkább annak a kimerülése. Mindenesetre azt mondja, hogy alternatívák megképzésén kell dolgozni, viszont az antikapitalizmus az nem lehet csak egy kapitalizmusra adott válaszreakció, hanem ki kell hívnia ennek a szuper hegemóniának a fennállását. Azt gondolom, hogy a kötetnek az is egy erőssége, hogy nagyon sok minden nem vesz adottnak, tehát tulajdonképpen Fischer ad egy rövid áttekintést, például egy külön fejezetben, arról a paradigmaváltásról, ami számára kulcsfontosságú a neoliberalizmus megértéséhez és annak meghaladásának a lehetőségéhez is. Ez pedig a váltás a fordizmus és a posztfordizmus között, ami 70-es évek végén, 80-as évek elején zajlik le. És csatlakozva Arminhoz, Fischernek egy nagy kritikája a baloldallal szemben, hogy sok esetben továbbra is a fordizmus elleni lázadási formákat folytatja tovább, miközben ezek már réges-régen nem effektívek. Gyakorlatilag a szakszervezetek máig nem tudtak tovább lépni abból a fordista paradigmából és az ott kijelölt helyükből, amiben tovább kellett volna lépni valamikor a 80-as években. Ugye említettem a szorongás, mint a neoliberalizmus alapstruktúráját. Hogy ez a neoliberalizmus alapstruktúrája, akkor a fordizmus alapstruktúrája az unalom volt, legalábbis Fischer szerint, és nagyon sok lázadási forma, különösen a 60-as években, különösen a 68-as mozgalomban tulajdonképpen ez ellen, az unalom ellen irányult. Amire tulajdonképpen a neoliberalizmus egy válasz volt, és hogyha mi opponálni akarjuk a neoliberalizmust, akkor nekünk erre kell egy alternatív választ adni. A neoliberalizmus tulajdonképpen sajátos módon kiiktatta az unalmat, nem unatkozunk többé, de ez nem azért történik, mert hatalomra jutott volna a képzelet, ahogy mondjuk az 68-asok követelték, hanem azért, mert a unalom egyébként produktív vákumait feltöltötte a szorongás ezerféle formájával, a stresszel, a depresszióval, a kiégéssel, szorongással, klímaválságon, szorongással a fear of missing out-on, a közösségi oldalakon, szorongással a munkahely miatt, szorongással azért, mert nincsen tartós lakhatásunk, azért, mert a fiataloknak nincs esély arra, hogy életükben lakáshoz jussanak. Nem arról van szó, hogy megszűnt volna az unalom, mondja Fischer, hanem nem tudunk többé unatkozni. Minden unalmas, senki sem unatkozik, mondja Fischer. És ilyen értelemben nem térhetünk vissza az unalomhoz sem. Valamilyen értelemben és nagyon nagy hiba lenne visszatérni a fordista 60-as évek paradigmához is, még hogyha az mai szemmel nézve kvázi utopisztikusnak is tűnhet fel, ahol valóban stabil munkahelyek voltak, volt egy erős szociális háló, volt egy erős újraelosztási rendszer, csak éppen monoton és unalmasnak tetsző volt az experimentális kultúra számára, amit aztán a neoliberalizmus retorikája gyakorlatilag felölelt, mint az
nagyon sok kritikai teoretikus megírta. Igen, csak egy szó ez a dologhoz, szóval tényleg minden elhangzott el, hogy a témában nagyon fontos. Azt még érdemes kiemelni, hogy Fischernek emellett is nagyon fontos az osztályfogalma. Szóval például ebből a kilépés a Vámpír Kastélyban című szövegében is azt hangsúlyozza, hogy az a politikai mozgalom, aminek nem az osztályfogalma magán, az csak egy liberális nyomás gyakorló csoport. Pusztán arról van szó, hogy komplexebben látja ezt az osztályt, vagy tágabbnak látja ezt az osztályt. Nagyjából úgy szerintem, mint ahogy a Szlávoj Zsizsek elemzi a munkásosztály fogalmát az egyszerű tragédia másztalmi dobozat című könyvében, ami online elérhető. Szóval egész egyszerűen nem egy 19. századi munkásosztályban gondolkodik, hanem egy olyan 20. századi munkásosztályban gondolkodik, akinek a hétköznapi élettapasztalatai azok annál jóval diverzabbak, és egy csomó kultúrás jelenséggel, tendenciával, folyamattal érintkeznek, és úgy gondolja, hogy ezeket kell tematizálni, és ahogyan is mondták, ezeket kell, ezeket a témákat kell újra politizálni, és át tudom tenni. Én azt gondolom, hogy se a könyv, se az életmű általában az ilyen marxizmus, ilyen materiális alapfogalmaihoz, meg folyamataihoz nagyon sokat nem tesz hozzá. Tehát, hogy a tőkefogalma, a munkafogalma, az osztályfogalma, tehát hogy ezekben így nem innovál igazából semmit, ezeket azért használja, mert nyilvánvalóan azért nem egy olyan kötetről van szó, ami azt gondolja, hogy csak fejben dől el az egész ideológia kérdést, de nyilvánvalóan látja, hogy ennek a fajta ilyen kilátástalan, meg nem tudom, depresszív állapotnak anyagi alapjai vannak, de őt elsősorban az érdekli, hogy ezek az átalakulások, amikről mások sokkal jobb dolgokat írtak, ezeknek mik az ilyen kulturális, meg ideológiai csapódásai. És ez viszont szerintem érdekes, mert hogy azt persze már unásig úgy ismerjük, hogy a neoliberalizmus az voltak éppen nem egyszerűen arról szólt, hogy a régen meg a Thatcher két ügyes politikai vállalkozó végigvertek egy ilyen doktrínát, nem tudjuk jól, hogy a második világháborút követő felhalmozási ciklus az 70-es évek elején megtorpant különböző okokból, és szükség volt egy kiigazítási folyamatra, ami visszaállította a tőke profitabilitását. És ennek volt az eredménye az, hogy elkezdték kiszervezni a termelést, hogy rugalmasították a munkaerőt, stb. Tehát, hogy ez a része, ez így mondjuk, hogy másik ismert, vagy talán ebben a közegben. És akkor a Fischer, amit ehhez hozzátesz, az az, hogy ez oké, okay, de hogy miért volt az, hogy mégiscsak leszavaztak az emberek, és nem csak a Reaganre kétszer, hanem utána a Bushra, és utána a Clintonra, aki nagyon sok politikát folytatott, stb. Tehát, hogy történt az, hogy még tapsoltak is ennek az egésznek az emberek. És ez viszont szerintem egy elég izgalmas dolog, és ezt összegette még az Árnyus meg a Barnabás az előbb, hogy az ilyen piacpárti erők voltak azok, amik magukhoz ragadták a kezdeményezést olyan értelemben, hogy a kapitalizmus és a neoliberalizmus volt az, amelyik azt mondta magáról, hogy én vagyok a fejlődés pártján, a technológia pártján, az önfelszabadítás és az önkiteljesítés pártján szemben a kicsit ilyen uncsi, tohos, avittas, ilyen belépek 20 évesen egy munkahelyre és onnan megyek a diva világhoz képest. Azt mondja, hogy a baloldalnak egy politikai feladata az, hogy visszaragadja ezt a fajta ilyen kezdeményezőkészséget, és kiszakadjon abból a fajta ilyen kicsit ilyen szociális konzervativizmusból, ami most benne van. Tehát magyarul nem azzal kell kampányolni, hogy védjük meg a munkahelyeket, hanem azzal, hogy egy olyan világot kell felépítenünk, amiben nincsen munka, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez a fajta ilyen radikális képzelet, ami nem csak az egyenlőségről, hanem a szabadságról is szól, aminek ugye az osztály egyenlőség egy feltétele, szóval hogy ezt kell újra föltalálni az én baloldali ideológiák és politikák szintjén. Itt már kicsit elhaladtunk egy ilyen pozitívabb irányba. Ugye, mert ugye általában sok, vagy hát a legtöbb ilyen kapitalizmus és neoliberalizmus diagnózis, vagy kritika tulajdonképpen mindig valamiféle lesújtó konklúzióra jut, amiután szomorúak vagyunk, nagy isten kétségbe esettek, de az az érdekes, hogy ezért a Fischer kijelent, hogy van alternatíva. Ugye hát a kérdésre most talán nem nagy spoiler, nincs alternatíva, ugye a kérdés már maga súgolja, hogy valószínűleg van. Mi lehet ez az alternatíva, vagy hogyan látjátok ezt ti, az életmű jó ismerői?
Fischer azért egy nagyon koherens és egy a fennállótól radikálisan különböző alternatíva felmutatásával, kidolgozásával adósul marad. De ez jelenti azt, hogy ne csillantatna fel gondolattöredékeket és gyöngyszemeket. Jelesül az utolsó fejezetben, illetve a félbe maradt acid communism, talán magyarul fanyar kommunizmusnak fordítható írásában. Meglepő módon az egyik ötlete az az, hogy a tőke logikájának az érvényesülését kell korlátoznunk valamilyen formában. Ez nem hangozott túl absztraktnak. Talán azt kell ez alatt érteni, hogy új jelentéseket kell adnunk a termelésnek, a gondoskodásnak, az élvezetnek, amire nagyon hosszan és bonyolultan írt Deleuze és Guattari az Antiodipuszban. És ezen kívül nagyon, nagyon hangsúlyos, hogy újra kell, vagyis politizálnunk kell, újra politizálnunk többek között a mentális betegségeket, amiket nagyon ügyesen általában mind az egészségügy, mind a politikusok, mind egymás közt a szubjektumra hárítunk, mondván, hogy valamiféle biológiai vagy kémiai egyensúly hiány lépett fel nálad, ezért vagy depressziós, ezért vagy ideges, dolgozz magadon, stb. Stb. És ez az egyik szerintem brilliáns hozzanata, hogy több írásában is ír erről, hogy a stressz is, a testképzavarok, a személyiségzavarok, a depresszió, Deleuze-nél nagyon hangsúlyos a paranoia, ezeket mind strukturálisan kell elgondolnunk, amik társadalmi termelési folyamatok negatív következményei. Felhívnám a figyelmet egy olyan narratívára, ami kicsit búvópataként végigmegy az egész könyvben, és erről egyébként szerintem beszélgethetünk is majd egy kicsit, mert számomra egy kicsi ambivalens, de minden esetre egy nagyon izgalmas vonal a könyvben végig. A szabadságnak és az autoritásnak a kettőse, amit egyrészt a bürokráciának a jelenségein keresztül szemlélted, másrészt ugye a neoliberalizmusnak annak és a kapitalizmusnak általában az alap jellemzőjeként, hogy ugye nincsen középpontja. Az egész egy indirekt struktúrára épül, láthatatlan kéz, tudjuk, tehát nincs egy központi autoritás, ami meghatározná, hanem mindenkinek a személyes önérdeke, rozettablakszerűen ad egyfajta struktúrát és szabályozza a piacot. Na most ugye a neoliberalizmus egyrészt a piac totális deregulációjáról szólt, másrészt például a bürokráciának a leépítéséről, ez egy alapkritikája volt mondjuk a létező szocializmuson szemben, egyébként természetesen jogos kritikája, rendkívül magas fokú volt a bürokrácia, és ez rendkívül korlátozta az effektivitást. A könyvnek két nagy ilyen probléma góca van, az egyik valóban a mentális zavaroknak a jelensége, a másik pedig a bürokrácia, amiről Fischer azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ez volt az ígéret, hogy minimalizálódni fog, valójában maximalizálódott, egyfajta piac-sztálinizmusban élünk, ahogy Fischer mondja, akár csak az egykori sztálinizmusban, a neoliberalizmusban is fontosabb a munka reprezentálása, mint a valós munka, és gyakorlatilag a bürokrácia proliferálódott, és most már mindenhol ott van. A különbség az, hogy immár nem külső, felső felügyelők határozzák meg a munkánkat, hanem alapvetően ez a felügyelő személy belénk került. Hogyha egy másik ilyen népszerű baloldali könyvet említhetek, ami magyarul megjelent, akkor a Bungzsuhánnak a kiégés társadalma nagy részt erről szól, hogy hogyan került ez a külső felügyeleti szerv tulajdonképpen belénk. Tehát Fischernek az egyik állítása az, hogy tulajdonképpen a bürokrácia nem szűn meg, és ez a központ nélküliség tulajdonképpen rengeteg problémával jár
Erre talán a legégetőbb példa az az a klímaválság, ahol tulajdonképpen nincsen központi autoritás, nincs senki, aki felelősségre vonható lenne, és Fischer szerint ez iszonyatos probléma. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a neoliberalizmus mindenkire egyesével kiszorja azt a feladatot, hogy hasznosíts újra, szelektálj, tudatosan fogyasz, stb. De gyakorlatilag ezzel feltételezi azt a struktúrát, ami viszont nem tudatos, és ami nem változik. És tulajdonképpen olyan arctalan abstrakciókra kellene mutogatnunk, amit tulajdonképpen lehetetlen, és nem erre vagyunk kondicionálva. Mi maximum politikusokra akarunk mutogatni, meg gazdasági szereplőkre. És tulajdonképpen a neoliberalizmus mindig eltűnik ebben az abstrakcióban. Hát a Fischernek az egyik nagy víziója, például a klímaválság kapcsán, hogy meg kell alkotnunk valamiféle kollektív entitás, kollektív individumot, ami felvállalja ezt a felelősséget a klímaválsággal kapcsolatban. Mert a neoliberalizmus tulajdonképpen nem hozza létre azt az alanyt, ezt absztrakt értelemben alanyt, aki felelősséget lenne képes vállalni. Hogy lehet megbüntetni egy piaci mechanizmust? Hogyan lehet bebörtönözni egy inflációt, stb. Szóval, hogy egyszerűen ez a centrum nélküliség nem effektív. Tehát valamiféle értelemben vissza kell helyeznünk egy valamit a központba. Ez a centrum nélküliség nem fenntartható. Ez egy ilyen érdekes gondolat, de majd még később beszéltünk, meg majd a közösség is kérdezett, hogy inkább egy paternalista állam, mint egy a maga kis bürokratikus valamiével, mint egy felelősségre vonhatatlan centrum nélküli neoliberális valami. Ami érdekes, és a fiúk most nem beszéltek róla, hogy most elfordulok a másik irányba, az, hogy milyenek a kulturális lecsapódás, hogy mi az a, vagy hogyan határozhatom meg az emancipatorikus kultúra, vagy van ilyen? Mert hogy akkor itt megbeszéltük, hogy a politikum területén mondjuk ez így működhet, hogy vissza valamiféle központot. Mit kéne csinálni a kultúrában? Hát igen, ez igazából már a Márkis a később írásában rajzolódik ki igazán, fokozatosan. Van egy ideális kultúrkép, ami az ő személy előtt lebeg, ez a Nagy-Britanniának egy bizonyos időszaka, amit a populáris modernizmusnak nevez. Ebben a korszakban úgy gondolja, hogy voltak olyan kulturális tendenciák, amik ilyen értelemben példaként állíthatunk a mai kulturális fejlődmények elé. Ezeket nagyon-nagyon sok szempontból tudja méltatni. Méltatja azért, mert kritikailag megragadnak valamiféle fontos folyamatot, vagy átérezhetővé, megírhatővé tesznek különböző tendenciákat. De közben az is pontosan kirajzolódik a kötetéből, a kisebb kötetéből, és ez már itt is föltűnik, hogy úgy gondolja, hogy a közösségiség, vagy a közösségeknek a létrehozása az, ami igazán fontos, hogy a kulturálisan alapvető sajátosság, az a közösségeknek a termelése, mert ugye egyre határozottabban az életünk során ez a radikális, vagy a szélsőségesen kompetitív individualizmus az, ami ellen folyamatosan állást foglal. Úgyhogy az életünk során most az előbb befejeződött, mielőtt mondjuk ez a kérdés igazán tisztelt. De feltűnnek ilyen pontok, amik elkezdnek ezt a dolgot körvonalazni. És valószínűleg a közösség teremtésének az igénye, alapvetően a világ megérhetővé, értelmezhetővé tétele, alapvetően az olyan ellenkulturális, szubkulturális tendenciák, amik valamiféle ilyen alternatív közegekként ilyen erőgazgatási pontot tudnak a kritika számára és a fenelőrendszer világára számára teremteni, szóval ilyesmiket az elsősorban. Igen, az ilyen populáris, vagy ilyen népszerű modernizmus, amit ő említ, az is egy ilyen nagyon tipikusan brit dolog, tehát amikor egy konkrét példákat kell mondani, akkor ő a brit pop zenének egy csomó ágát említi a 60-as és a 2000-es, vagy inkább a később 90-es évek között. A BBC-nek egyes műsorait említi, a Radiophonic Workshopot említi, ami szintén a BBC rádiónak volt egy ilyen avantgárd elektronikus zenei kísérletező dolga, a Penguin könyvkiadónak az egyes kiadványait. De hogy ami itt fontos, az az, hogy ennek a fajta kultúrának, ami egyébként egy ilyen állami kultúra volt nagyon sokszor, volt egy anyagi alapja, volt egy, ugye amikor a zenéről beszél, akkor elmondja, hogy ahhoz, hogy ilyen szubkultúrák és zenék létre tudjanak jönni, ahhoz szükség volt olcsó lakhatásra, szükség volt egy ösztöndíjrendszerre, felsőoktatásban, szükség volt arra,
hogy időt tudjunk tölteni anélkül, hogy folyamatos teljesítménykényszer alatt lennénk. Tehát, hogy ez a fajta anyagi alap volt az, ami lehetővé tette, hogy ilyenfajta kulturális termékek létre tudjanak jönni, amiben az a fontos szerintem, hogy széles tömegek számára tette átélhetővé. Tehát nem csak ennyi, hogy szép, meg izgalmas meghallgatni egy Joy Division számot, hogy ismét, hanem azt, hogy széles tömegek számára tette átélhetővé, hogy milyen lehet egy másik világ, amiben a ránk kényszerített identitások felolvadnak, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor elment az ember egy révre, az nem egy ilyen versből olvasás volt, hanem ott tényleg ilyen nagyon primér módon volt kitéve az ember annak, hogy mennyire máshogy is lehet létezni másokkal együtt. Csak hogy a kérdésre visszautalva, hogy a kultúra, tehát hogy mit jelent a kultúra számára ez az egész, meg mit kell máshogy csinálni a kultúrában, szóval szerintem nem választható le ez attól, hogy vannak ennek a fajta kulturális termelésnek anyagi alapjai, és akkor az is kérdésé válik, hogy tudunk ilyen fajta anyagi alapokat létrehozni, anélkül, hogy visszatérnék ehhez a fajta ilyen államközpontú, ilyen bürokratikus, meg kicsit avittas szociáldemokráciához, ami ennek az időszaknak a sajátja volt, mert ugye Fischer szerint ez nem kívánatos. Tehát szerint egy olyan alternatív modernitásra lenne szükség, ami nem az ilyen paraszti kultúrában, ahogy a Marxnak volt a The Idiocy of Rural Life, tehát a párgyúsága azt hiszem a paraszti életnek, tehát hogy nem ez a cél, hanem egy olyan modernitást megcsinálni, ami használja a technológiát, használja a tömegtermelést, használja az elektronikát és a közösségi médiát is, de nem annak érdekében, hogy az a tőkefelhalmozás segítse és szolgálja ki, hanem hogy egy ilyen autentikus szabad életet meg tudjuk valósítani. Szóval ez igen, szóval a kérdés ennél talán egy picit. Szuper, itt már nagyon sok szempontból szóba került a kötetnek az aktualitás, úgyhogy szerintem már azért annyira nem nagy kérdés, hogy így 2020-ba miért veheti a magyar olvasó kezében magyar nyelven ezt a kötetet. De azért fontos tudni, amit már szintén említettünk, hogy 2009-ben látott napvilágot ugye az eredeti, az első kiadás. Kérdésem az lenne, hogy sikerült-e, hogyan látjátok, sikerült-e előrelépni az elmúlt 11 évben a kapitalista realizmus megrendítésével? Ugye a felszámolásáról talán nem beszéltünk, de legalább a megrendítésében. Ugye Ermin azt már röviden említette, hogy ez a könyv a gazdasági világválság idején született, és valóban Fischer már akkor pontosan látta, hogy ez tulajdonképpen egy rövid múló pillanatig úgy tűnhetett, hogy majd alternatívák irányába fog mutatni. Valójában a neoliberalizmus masszív megerősítéséhez vezetett, ugyanis nem volt semmilyen alternatíva, ami felé lehetett volna nyúlni, így jobb hiány az államok megmentették a bankokat, és tulajdonképpen egy masszív restauráció zajlott le. Tehát ilyen értelemben persze különböző módon meg lehet vonni ennek a mérlegét, de mondjuk Fischer számára egyértelműen a gazdasági válság nem igazán rendítette meg a neoliberalizmust. Azt írja egész konkrétan, hogy ami megváltozott, az talán az, hogy ez a fajta ideológiai képünk, ez töredezett, egyfajta ilyen ideológiai törmelékkel borított vidéken vagyunk, ahol szabaddá vált a tér alternatívák megalkotására, de maga a struktúra attól nem fog átíródni, attól nem fog összeomlani a neoliberalizmus, hogy válságba kerül. Válságba akkor fog kerülni, hogyha alternatívák, koherens, tartható és sokak által átérhető alternatívák jönnek létre. A gazdasági válság akármekkora is, ez nem akadályozza meg. Ugyanúgy a klímaválság, amit egyébként Fischer már pontosan látott, hogy majd előbb-utóbb elő fog jönni, ez mondjuk egy új jelenségnek tűnhet a könyvhöz képest, természetesen nem az, nyilván a neoliberalizmusnak érdeke az, hogy úgy tűnjön, mintha az, hogy egy klímakatasztrófa felé tartunk, az, mintha az elmúlt években derült volna ki, és említettek volna már a 70-es években klímamozgalmak, tehát gyakorlatilag most a klímamozgalmak a 70-es években félbehagyott, a neoliberalizmus miatt félbehagyott klímamozgalmakat éreztik újra éppen, ugyanazokkal a szlogenekkel, ugyanazzal a tudással, csak éppen azzal a 30-40 év súlyosbodással, amíg tulajdonképpen a gazdaság nagyon tudatosan tabusította a klímaválságnak a létezését.
Hát nyilván nagyon sok minden változott, tehát hogy a könyv, vagy konkrétan ez a könyv, az a kora 2000-es éveknek a Nagy-Britanniájáról szól, és azt gondolom, hogy abban a kontextusban, így egyáltalán kapitalizmusról, meg rendszerkritikáról beszélni, az egész máshogy hatott, mint mondjuk ma, amikor tényleg azt látjuk, hogy nem mondja a mozgalmak, de így a Financial Times közül elég kemény kapitalizmus kritikus cikkeket, és az osztályfogalma szépen visszavászott a publicisztikákba, és így tovább, és akkor nyilván még nem voltak szó tényleg a mozgalmi ágról, mi vagyunk a 99%, stb. Tehát, hogy nyilvánvalóan volt egy elég komoly változás, aminek nagy részt az az oka egyébként, hogy legkésőbb a 2008-as válsággal a centrumálló középosztályát is utolérte a válság. Tehát, hogy addig azért még az egzisztenciákat kávészéken lehetett tartani hitelekkel, meg így úgy amúgy, legkésőbb 2008 után a középosztály is elkezdett, majd a centrumállam középosztály is elkezdett lecsúszni, és ez a generáció az, amelyik Fischert egy ilyen hőseként kezeli, meg amelyik ugye ilyen volt ez az amerikai közvélemény kutatás, amikor 30 éven aluliakat kérdezték, hogy mire szavaznának inkább, és akkor a szocializmus sokkal népszerűbb volt, hogy kapitalizmus, stb. Tehát, hogy az nyilván ennek a válságnak az eredménye, és ez egy elég komoly elmozdulás a 2009-es, meg akkor a 2000-es évek állapotaihoz képest. Másrészt viszont az a fajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szociális konzervativizmus, amit a Fischer bírál, hogy így ez a cél, hogy védjük meg a munkahelyeket, meg egy ilyen jóléti államot kéne visszaépíteni, meg csináljunk erős államot, ami újra eloszt, amelyik megpróbálja valahogy kezelni a klímaválságot. Tehát ez a fajta fantáziátlanság politikai értelemben véve, ez továbbra is van. Ez nem azt jelenti, hogy ez marad is, meg mondjuk 10 év múlva nem lesz egészen más, de hogy azért még a kritikusabb mozgalmaknak a jó része is még mindig ebben a paradigmában gondolkodik, és ez nem feltétlenül jó. Szóval egy ilyen kettősséget látok az elmúlt 10 évvel ezzel kapcsolatban. Nagyjából azért már érintettük ezeket, illetve érintettétek ti ezeket, hogy nagyon sok minden úgy tűnik, hogy aktuálisabb nem is lehetne a kötet által megpendített gondolatokból, problémából, és sok mindent esetleg egy picit belepett a bor, meg ugye fontos ez is, hogy egy brit kontextusról van szó. Mi az? Szóval, hogy hogyan tudnátok az aktuálisabb nem is lehetne típusú gondolatokat összefoglalni, mondjuk olyan aktualitások tekintetében tényleg, mint a klímamozgalmak, vagy hogy ezek az identitáspolitika alapú Black Lives Matter típusú megmozdulások, stb. Hát az identitáspolitika az egy jó hívó szó. Szerintem ezért is van óriási relevanciája minden érdeme mellett egy kultúrkritikai elemzésnek, vagy kritikai kultúrkutatásnak, mert az identitáspolitika az pontosan egy olyan jelenség, amit legalábbis szerintem közgazdaságtani terminusokkal, vagy ebben a terminológiában teljesen értelmezhetetlen és kimutathatatlan, hogy tanulj vagyunk annak, hogy belföldön is, világviszonylatban óriási megmozdulások, társadalmi elégedetlenség folytán tüntetések és zavargások zajlanak, de egy idő után valahogy mindegyik jó részt kifullad, vagy elfárad, és nem kulminál valamiféle forradalma, ami megdönti legalább a lokális regnáló kormányzatot, és hát ez Fischer szerint is az identitáspolitikának nagy súlya van ebben. Jelesül azért, mert erodálja, sőt teljesen kiiktatja az osztály fogalmát, és az ezzel kapcsolatos szolidaritást is. Ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor inkább arra helyezi hangsúlyt, hogy mi az, ami elválasztásoktól nem az
ami összeköt, és amiért tényleg azt érezhetnénk, hogy egy hónapban nevezünk, pontosan abban az időszakban, amikor a prekaritás évfordulóját éljük, tehát amikor ha nem is teljesen egy életszínvonalon, de hasonlóan kiszolgáltatottnak érezheti magát egy értelmiségi, vagy egy pályakezdő akadémikus, mint egy kétkezi munkás. És hát ezt részletesen mutatja be a Kilépés a Vámpírkastélyból című írásában, ami nagyon jól feltárja az identitáspolitika rendkívül destruktív és közösségeket és mozgalmakat erodáló dinamikáit. Annyit tennék hozzá, hogy Zsizseknek volt egy elég kegyetlen meglátás, amit Fischer is idéz, hogy tulajdonképpen az identitáspolitikában a neoliberalizmus száműzte a baloldalt, amikor a baloldal kivonult és lemondott a nagy politikáról. Tehát, hogy az identitáspolitikában lehet, mert az ugye valójában nem érint semmilyen gazdasági társadalmi struktúrát. Gyakorlatilag azt gondolom, és Fischer is ilyesmiket ír, hogy tulajdonképpen az identitáspolitika az a atomizációnak és a voluntarizmusnak a másik ilyen pseudo-baloldali látszat felszabadító mázzal leöntött verziója, ahogy gyakorlatilag ismét be vagyunk zárva az individuumba, csak éppen különböző identitás léjerek konstruktumaként, ami ahogy Ermin is említette, ugyanúgy leképeződése annak, hogy képtelenek vagyunk kollektivitásban lenni, képtelenek vagyunk a szó nemesebb értelmében politikát csinálni, képtelenek vagyunk mozgalmi módon gondolkodni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon szépen lekövethető volt ez mondjuk az amerikai színtéren, ahol Bernie Sanders megbukott egy szociáldemokrata programmal, és erre fél évre rájött egy Black Lives Matter mozgalom, amit egy pillanat alatt inkorporált az identitáspolitika, és most nagy cégek ünneplik a diverzitást. Mert ugye az elismerés az nem kerül semmiben, az újraelosztás az igen sokba kerülne. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk ami most Amerikában zajlik, az alig ha lehet mondjuk a neoliberalizmus feltüredezésének látni. Még csak nagyon röviden visszatérve magának ennek a kötetnek az aktualitásához, vagy ennek a kötetnek a relevanciájához, hogy csak azt emelném ki, amit a Barbarásnál a beszélgetés elején is mondott, hogy ez egy belépési pont ebben a diskurzusban. Szóval szerintem nagyon sokszor vagyunk abban a szituációban, akik ilyen témákkal foglalkoznak, vagy ilyen kérdésekkel gondolkodnak, hogy nagyon sokáig tűnünk azon, hogy milyen könyvet lehetne olyan emberek kezébe adni, akik szeretnék, hogyha megismerkednek a nézőpontunkkal, és valahogy rálátást adnak ezekre a kérdésekre, és felkeltenék annyira az érdeklődésüket, hogy folytassák a termékozgatást, folytassák az ismerkedést ezekre a kérdésekkel, és én úgy látom, hogy ez az egyik legeslegjobb könyv erre a célra, ezért nagyon fontos szerintem, hogy megjelent a fordításból, és hogy itt van számunkra ez a lehetőség, hogy ezzel is megszólítsuk a másokat. Szuper, hát köszönjük Csabi, a legszebb zárszót mondtad, amit talán így lehet. Tudom, hogy egy kicsit hűvös van, de kinyitnánk a beszélgetést egy pár kérdés erejéig, 3-4 kérdés erejéig a közönség felé. Én bevállalom, hogy így elviszem a mikrofont bárhová, úgyhogy a lelkes kérdezőket biztos sokan olvasták már az angol nyelvű kiadását a kötetnek esetleg. Kérdések az értelmezéssel kapcsolatban? Valami vita? Ja? Tudom, aki például angol nyelven olvasta a kötetet, és esetleg így ilyen érzések a stiláris egyedisége kapcsán, vagy bármi.
Jó, hát ha nincs, akkor nincs. Ah, van, igen. Ez igazából nem egy kérdés, vagy próbálom kérdésé formálni, hogy én a Fischer könyvét még nem olvastam, csak cikkeken róla, de pont most olvasom a Franco Berardinak a Futurability című könyvét, ami szerintem nagyon sok szempontból hasonlít ehhez, és ugyanígy egy ilyen, tehát nem egy ilyen nosztalgikus visszatérésben gondolkozik a szociáldemokrata múlthoz, meg a jólétállamhoz, viszont ő is abszolút erről ír, hogy miért kéne ilyen alternatívákban is egy jövőorientált gondolkodást újra megtalálni mondjuk a baloldalnak. És amikor arról beszélgetetek, hogy mondjuk 2009-hez képest így mi változott, vagy hogy feltöredezette ez a neoliberális világrend, hát nem tudom, szóval ez a könyv, az a Berardi könyv, az azt hiszem 16-ban jelent meg először, vagy lehet, hogy még egy-két évvel később, és nekem az ehhez a kérdéshez kapcsolatban olyan érdekes, hogy ő egy olyan nézőpontból tekint vissza, gyakorlatilag ott veszik fel a fonalat, ahol ez a könyv abba marad, hogy ő nem a 2008-as válságtól nézi, vagy azután közvetlenül ír, hanem már az arra adott reménykeltő reakcióknak a hangvába halását is végig narrálja, és nekem ez egy ilyen iszonyú érdekes ilyen párhuzam ehhez a könyvhöz, és nem tudom, hogy ti, mondjuk nekem az a könyv tényleg azért nagyon érdekes, mert az elmúlt 10 évnek ezeket azok, amit ti is mondtatok, hogy voltak olyan mozgalmak, amik valamilyen mindig kifulladnak, és hogy ezzel a tapasztalattal együtt hogyan tudunk még mindig mondjuk így a jövőbe reményt helyezni, vagy ilyen radikális jövőképet megalkotni, hogy nem tudom erről mit gondoltok, így akár a Fischer könyvét ehhez viszonyítva. Ki az, akit megihletett a kérdés? Egyrészt szerintem nem annyira meglepő, hogy mondjuk egy Jeremy Corbyn beleáll a földbe, nem tudom, 40-50 év elég koherens, ilyen neoliberális hegemóniája után. Tehát ugye van egy ilyen olvasat is a dolgonak, hogy jó, hát akkor próbálkozni kell, meg ugye itt akkor elő lehet citálni Gramsit, hogy mielőtt nyersz a választásokon, először a társadalomba kell nyerni, a hegemónia szintjén, tehát hogy ezek az értékek, meg a habitusok, azok váljanak uralkodóvá az ilyen társadalmi szinten, és aztán azt kormányra váltva ugye kamatoztathatod, ugye ezt egyébként a Fidesz nevűzésen csinálta, hogy egy kicsit egy ilyen kiszólás is legyen, tehát hogy egyrészt nyilván ez van. Másrészt azért az is van, hogy itt nem csak erről van szó, hogy akkor összeomlott a Szovjetunió 89-ben, és akkor nincsen alternatíva minden szinteken, és a Sanders, vagy a Syriza, vagy a Podemos, vagy a nem tudom, amit itt felszoktak ilyenkor sorolni, azok egy ilyen viszonylag lájtos. Tehát, hogy mondjuk még a 70-es évek szociáldemokráciájához képest is sokszor egy olyan lájtos programmal állnak elő. Tehát, hogy nem csak ez a probléma, hogy ilyen szinten nincsen alternatíva, hanem szerintem az igazi probléma az, hogy az élet újra termelésének egy olyan szintű bekebelezése zajlott le az elmúlt 100 évben, ami tényleg példátlan. Tehát, hogy nem, tényleg nem csak erről van szó, hogy akkor van-e egy nagyobb irodalom, ami mondjuk egy kicsit mások csinálja a dolgokat, mint a kapitalizmus, mert azért a Szovjetunió is volt annyira más. Tehát ezt múlt pont egy olvasókorral beszéltük a múltkor, hogy mondjuk ha valaki bemegy 65-be egy gyárba, Izsevszkbe, meg bemegy Clevelandbe, akkor lényegében full ugyanazt látta volna. Tehát hogy a termelés, ahogy kinézett, ugye eleve a szovjetek is az amerikai fordizmust próbálták meg máshogy is. Tehát hogy nem is ez az izgalmas, hanem hogy például az, hogy ahogy a szovjet rendszer felszámolta a parasságot Kelet-Európával, egy olyan társadalmi réteget, ami persze világos, hogy
nyomorgó emberek sokasága, meg ilyesmi, de hogy mégis az élet megszervezésének egy csomó aspektusa a piacon kívül zajlott. Tehát, hogy mondjuk az élelemtermelés, a gondoskodás, hogy hogy építed fel a házadat, hogy neveled fel a gyerekeidet, a ruházkodásodat, meg a házad, vagy nem tudom, a lakásodnak a berendezését, hogy szerzed meg. Tehát piaci folyamatokon kívül zajlott egy csomó minden a társadalom nagyon jelentős részében. És ehhez képest, ami mondjuk az elmúlt sok évtizedben történt, az az, hogy tényleg nem csak ezek a dolgok, amiket most elmondtam, hogy élelmezés, meg lakatás, hanem hogy tényleg a szabadidő eltöltésének, meg a legintimebb viszonyoknak is egy olyan bekebelezése zajlott az ilyen tőkés áramlatokba, amire nem volt példa korábban. És akkor ez az, amire én akkor utaltam, amikor az ilyen kultúráról volt szó, hogy akkor mit kéne a kultúrában máshogy csinálni, hogy én azt gondolom, hogy ezen önmagában a kultúra nem tud segíteni, hanem tényleg ezen azt tud segíteni, hogy olyan mozgalmakat építünk, ami megpróbálja az élet újratermelésének legalább valamiféle autonómiáját visszaállítani. És erre nem igazán képes egy politikai kampány önmagában. Tehát, hogy egy politikai kampány, meg egy győztes politikai kampány pláne rá tud segíteni arra, hogy ez a fajta a mindennapi élet ilyen tőkétől való autonómiának megteremtését egy kicsit így körbe támassza, meg megerősítse. Ugye a latin-amerikai rózsaszín hullám az erről szólt azért nagyjából. De hogy ahhoz az kellett, hogy először is volt egy olyan mozgalom, ami fölemelte ezeket a politikai erőket. A Corbyn esetében, meg a Sanders esetében ezek nem voltak annyira jelen. És a Syrizánál egyébként ugyanez ez volt, hogy az a beszélek a fordulatnak a bemutatóján is beszélgettük erről két hete, hogy ott volt egy elég nagy társadalmi mozgalom, szakszervezetek, kurva sok ember az utcákon, be akartak mutatni a trojkának, tényleg így kvázi minden adott volt ahhoz, hogy egy ilyen nagy valós győzelem legyen, és utána mégse lett, mert azt mondta az Európai Unió, hogy akkor most így három napra befagyasztjuk a bankszámlákat. És akkor mi van? Nyilván mindenki bepánikolt és aláírta a Syriza a megszorításokat. Azért, mert egyszerűen olyan szinten vagyunk a piaci körforgásba, az élet minden szintjén behúzalozva, hogy nem opció az, hogy akkor nem működnek az ATM-ek egy hétvégén keresztül. És ezt csak arra akarom mondani, hogy ami mondjuk nekem itt személyesen tudom reményt ad, vagy ami egy ilyen izgalmas iránynak tűnik, az pont ez, hogy olyan mozgalmakon dolgozunk, ami a mindennapi élet ilyen teljes tőkés betagozódását egy picit tompítja, és őszintén kb. Így ez az út előre. Ez csak nagyon-nagyon röviden, csak annyi, hogy ezzel teljesen egyetértve, és hangsúlyozom, hogy a mozgalmi munkának minden aspektusára párhuzamos működésre van szükség. Amellett csak annyit akarok még hozzátenni, hogy a Fischernek a következő kötete, a Ghost of My Life életem kísérleteit, amit lehet a magyarra fordítani, annak fontos hivatkozási pontja Berardi, és ott foglalkozik kimondottan azzal a kérdéskörrel, mert mi ebben a kötetben mutatóban kicsit beleszoktunk azzal, hogy Fischer életművéről így átfoglalóan próbáltunk beszélni. Azt mondom, hogy ott abban a könyvben még látványosabbá válik, hogy a Berardinak ez a jövő lassú elmúlására vonatkozó gondolatmenete mennyire meghatározta az ő szemléletét, és majd reméljük, hogy egyszer a körvizsgálatot kérdeztük. Még kérdés esetleg? Van másik élet. Én nagyon bölcsész vagyok, arra vagyok a kérdés, hogy te mondtad, vette az identitáspolitikát, hogy az elismerés nem kerül semmivel? Na, egy kicsit így lefele néztem. Akkor hozzátszerzem, hogy ez most tényleg a könyvtől függetlenül, ez biztos, hogyha politikai követelés alapjává válik, akkor az elosztást nem érinti? Ez csak tényleg ilyen bölcs. Nem biztos, hogy jól értem a kérdésedet, mert mondjuk az identitáspolitikába bevonjuk a feminizmus adott esetben, akkor nyilván egész más dolgokról beszélünk. Amit Fischer is kritizál az identitáspolitikában, az abszolút nem a feminizmus, vagy még csak nem is a rasszizmus,
Ugye az egyik általános probléma az identitás politikával röviden, hogy összekeveri az okot az okozattal. Tehát úgy csinálunk, mintha lenne a rasszizmus, meg lenne a szexizmus, így a semmiben, mint egy ilyen ideológia, és arra épülne rá egy gazdasági struktúra. Most ez azt gondolom, hogy nem így van. Tehát, hogy előbb volt a gazdasági struktúra, aminek szüksége volt fizetetlen munkára, szüksége volt láthatatlan munkaerőre, szüksége volt rabszolgákra, amire ráépült egy ideológia, ami létrehozta rasszizmus, szexizmus, stb. Tehát, hogyha az okozatként kezeled a rasszizmust, vagy okként kezeled, akkor az teljesen más stratégiák felé mutat. És ezért tartom elhibázottnak a Black Lives Matter mozgalmat is, mert az is úgy csinál, mintha a rasszizmus az valamilyen régmúlt rossz embereknek az ideológiája lett volna, és nem beszél igazából strukturális problémákról, és nem beszél arról, hogy a neoliberalizmus jelenleg is fenntartja ezt a fajta egyenlőtlenséget, aminek szüksége van arra, hogy legyenek valamilyen identitás konstrukció mentén alsóbrendűnek titulált emberek. Most a feketék Afrikában dolgoznak, és nem Amerikában újra. Szóval azt gondolom, hogy az a fajta elismerés politika, ami tényleg annyiról szól, hogy retorika szintjén ez a PC szintű elismerés, ez nem kerül igazán semmibe. Ezt egyébként Martin Luther King szó szerint megfogalmazta évtizedekkel ezelőtt, hogy az igazi feladat nem az, hogy most kivívtuk a szavazati jogot, rendben, ez nem került semmibe Amerikának. Most az jön, hogy legyen újraelosztás és legyen struktúrálisan egyenlőbb elosztás, mert az nagyon sokba fog kerülni, és ez felülírja azt a fajta rablókapitalizmus, ami Amerikában működik. Nem tudom, hogy ez válaszolta a kérdésre. Még kérdés esetleg? Szuper! Köszönöm. Nekem csak az jutott, hogy én nem olvastam Fischertől semmi Zsizsektől is, de hogy a gazdasági életben, mondjuk a társadalom, a gazdasági társadalmi életben az elmúlt 10 évben biztosan a leginkább a beszélgetések azok sokkal inkább kiválasztóak, mint egy új, gyakorlatilag Amerikának egy ellenpólusa, így létrejött. Vagy legalábbis nyilvánvalóval vált most már a nyugat számára is, hogy egy alternatívát mutat, akár a demokratikusok belül is értelmezhetően, akár egy másfajta politikai struktúrát találva. Erről Fischer írt valamit, mondott? Egy kínes kérdés. Ki szeretne válaszolni? Zoli? Na, hát akkor válaszolni. Elmondjuk előtte, hogy nem írt, és átadjuk neked a szót. Szuper, hogy... Tehát, hogy nem annyira meglepő, hogy nem írt. Mert hogy így azért Kína az így jön föl, a téma jön föl. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogyan kerül ez be mondjuk az amerikai szakirodalomba, nemzetközi kapcsolatok, politika, tudomány, stb. Hogyan lesz Kína az ellenpólus, az új Szovjetunió mondjuk. És hogy egyébként meg az Unió, aminek mikor Fischer még élt, hogy Anglia része volt, egy egységes politikát alkalmaz mondjuk így Kínára, ami azért elég keményen eljár, tehát behajtja Kína mondjuk az emberi jogokat, és afelé tendálja, vagy afelé próbálja lökni Kínát, hogy a gazdaság kapitalizálódásával jöjjön egy demokratikus folyamat is. Ami érdekes, hogy ez Kínában nem történik meg. Ez elképesztően érdekes téma szerintem, de közben meg azt így látnunk kell, hogy a Fischer, tehát kiderült itt a beszélgetésből, hogy mennyire kontextualizáltan gondolkodik és működik mondjuk egy európai, vagy a nyugat-európai és amerikai kontextusban, és hogy ehhez képest Kína, ez valami nagyon más dolog szerintem. Ami egy kis érdekesség, hogy maga a Fischer szerintem sem írt erről az egészről, de a Fischer a 90-es években része volt ennek, és ez jobban tudja, hogy volt az ilyen CCC, egy jó ég, ez a Cyber. Ki
kibernetikus kultúra kutatási egy. Na, ennek volt a tagja. És ott lényegében ami zajlott, az akkor még egy ilyen kortárs, izgalmas dolognak tűnő ilyen internet, kibernetika, kultúra, kritika, és ennek egy ilyen pszichedelikus földolgozása, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve. És ott a Fischer együtt dolgozott egy Nick Land nevű csávóval, és nagyon érdekes, hogy ők azért eléggé más pályát jártak be aztán a 2000-es években. És a Nick Land volt az, aki én úgy tudom, hogy elköltözött Shanghai-ba, mert hogy ő úgy látta, hogy az a fajta ilyen, és ezt most nem biztos, hogy fogom tudom mondani, hogy ez az accelerationism, tehát hogy ez az ilyen, voltaképpen az a feladat, hogy beletaposunk a gázba, és nem gátolni kell a kapitalizmusnak ezt az ilyen teljes technodisztópiáját, kibontakozását, hanem az a feladat, hogy így rágyorsítsunk, és így az egész komolyan össze a saját súlya alatt, és így magunkhoz kell ölelni a legdurvább ilyen Black Mirror-os technológiai újításoktól kezdve az ilyen elidegenedett viszonyok minden. Minden is a Fischer nyilvánvalóan nem ezt gondolta, bár az a hasonló gyökerekből jöttek, de ez a Nick Land kötözött Shanghai-ba, és ő ott látta ennek a fajta ilyen gyorsulásnak a kiteljesítését, ami ott megy. Szóval ez csak egy ilyen kis érdekesség. Talán egy kérdés beleférhet, hogyha valakibe felmerült, akkor semmiképpen sem fogja vissza. Van ilyen? Nincs. Van, szuper. Nem kérdés, csak a rendes kérdések után én önreklám, hogy a Bütlő Ferencnek a Megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnök, és szeretném örömmel kifejezni, hogy támogathattuk ennek a fantasztikus műnek a magyar nyelvű megjelenését. Köszönjük. Még, hogyha már itt lent vagyok, megkérdezem, hogy van-e akkor kérdés esetleg, vagy komment még. Van? Hát küzdöm itt magam a tömegen. Igen, az, hogyha jól emlékszem, akkor a könyv azt mondta, hogy maga a kapitalizmus realitását talán úgy kéne megcáfolni, vagy ott felmutatni, hogy ez inkonziszkáns, hogy témává tesszük a klímaváltozást, és a másik pedig a mentális betegségek esetét is. Bennem fölmerült ez a kérdés, hogy ezeket fel lehet tűzni mondjuk mozgalmak zászlajára, de valószínűleg attól, hogy mondjuk egyfajta mozgalmi jelleget adunk ezeknek a egyébként problémáknak, tehát önmagában jelenlévő problémáknak, abból valahogy nem akadályozik azt, hogy ezek igazából megoldódjanak, hogy mennyire etikus ez. Mert mondjuk lehet, hogy mondjuk mozgalommal teszünk a klímaváltozást, akkor lesz valami változás, de mondjuk egészen biztosnak tartom, hogy a mentális betegségek nem fognak attól eltűnni, hogy nem lesz mondjuk neoliberalizmus, vagy nem mindig, hogy van olyan társadalmi struktúra, ahol ezek így eltűnnének. Meg egészen mondjuk nyilván a tudományt is minden kulturális hatás áthagyja, de mondjuk a tudomány szerint ez nem így működik, tehát ott van a társadalom, mint egy összetevő, de nem csak ez fogja okozni a mentális betegségeket. És gondolom, hogy azért a klímaválsággal is többek között így van, bár az jóval kevésbé értek, és hogy valahogy nem erkölcstelene ezt mondanunk, vagy ez alapján felhúzni egyfajta egész ideológiai elméletet, vagy kritikát. Nem tudom, mennyire érthető a kérdés. Jóba adjon, közben itt a Balga már jelentkezik. Éppen. Igen, igazából, ha jól értem, két kicsit különböző dolgot mondtál. Egyrészt azt mondtad, hogy van-e értelme ezekre fölfűzni, hiszen ezek tulajdonképpen negatív jelenségek, és továbbra is ott tartunk, hogy nincsen alternatíva, és nincs egy pozitív oldal, amit mellé rakunk. Én nem is erre válaszolnék, azt gondolom, hogy erre már valamilyen szinten próbáltunk válaszolni. Inkább a másodikra, hogy például a mentális betegségek eltűnének-e, természetesen nem. Fischer sem mondja azt, hogy ne lettek volna mentális betegségek korábban. Hogyha elolvasod a könyvet, ott egy csomó irodalomra hivatkozik, olyan szerzőkre, akik mondjuk vele ellentétben tényleg felméréseket végeznek, kutatnak, stb. Tehát, hogy adatokkal azt alá tudják támasztani. Ez a folyamat egyébként valóban nem a neoliberalizmussal kezdődött,
egy szerző, akire hivatkozik, az gyakorlatilag az ipari kapitalizmus elejétől végig tekint ezt a folyamatot, ahogy a mentális betegségek emelkednek. A neoliberalizmusban ez számszerűen is mérhető, erre Fischer hoz statisztikákat, idéz könyveket, és természetesen nem arról van szó, hogy egy másik struktúrában ez eltűnne, de azt gondolom, hogy elég meggyőző a Fischer érvelésében, hogy tulajdonképpen a jelenlegi struktúra minden szinten tesz azért, hogy tulajdonképpen eleve egy depresszív, kollektív depresszív állapotban legyünk, aminek értelemszerűen egyéni lecsapódásai is vannak. És ilyen értelemben jön be itt például a kritikai pszichológia, ami még nem hangzott el. Nyilván a kritikai pszichológia egy eszköze annak a fajta repolitizáló mozgalomnak, ami mondjuk tényleg képes túlépni az individuumokon, és nem úgy tenni, mintha az a fajta folyamatos szorongás és depresszió, ami tényleg pestiszerűen terjed, az valamiféle véletlennek az eredménye lenne. Igen, csak nagyon röviden ehhez szól, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy Fischer azt javasolná, hogy akkor csináljunk ilyen mozgalmi szárnyakat, és akkor a mozgalmi szárnyak tűzik a bürokrácia ellenességet, vagy a zöld témákat, meg ezeket az zászlajukra. Ezzel inkább azt javasolja, hogy ezeknek a különböző témáknak az újra politizálásával, az baloldali újra keretezésével, az újra rendezésével mutassunk rá arra, hogy ezek a résztémák, ezek mind egy maghoz kapcsolódnak, kapcsolódnak egy üres maghoz, de alapvetően egyetlen egy rendszernek a részét képezik. Szóval inkább azt javasolja, hogy ezek olyan témák, amiknek a segítségével olyasmikre mutathatunk rá, ami nagyon-nagyon sokaknak a hétköznapi élettapasztalata. Tehát ezek inkább olyan eszközök, amikkel rávilágíthatunk, amikkel kiterjeszthetjük azt a horizontot, amiben eddig beszéltünk ezekből a kérdésekről. Oké, szerintem most már azért kezd egészen hűvös lenne az idő, illetve a fény is fogyóban van. Úgyhogy még egy utolsó megjegyzést hagy tegyek. Október 19-én Pécsen is lesz a kötetnek egy bemutatója. Ez azért érdekes, mert streameljük online. A Kerényi Károly Szakkollégium Facebook oldalán elérhető lesz, és ott egy kicsit más megközelítésből fogjuk tárgyalni a könyvet, kicsit mélyebben, jobban belemenve a tartalmi részletekbe fogunk beszélgetni róla, úgyhogy akit ez érdekel, vagy aki szeretné ezt követni, az október 19-én a Kerényi Károly Szakkollégium oldalán tudja, ezzel kapcsolatosan bővebb információt ugyanezen az oldalon lehet majd találni. Még két technikai információ, egyrészt akinek lenne kedve velünk tovább jönni, azokat várjuk a Bölcső nevű helyen, ami itt van nem messze, illetve a kötet kedvezményes áron kapható a bejáratnál 1500 forintért, úgyhogy csak bátran. Köszönjük szépen! Én a piac, és köszönjük a figyelmet!